A Mi Hazánk mozgalom itt van Győrben, de nyugodtan mondhatom azt is, hogy otthon van Győrben, ugyanis amint látható, nagyon sokan eljöttünk azért, hogy találkozhassunk a győri emberekkel, hiszen olyan lett a politika, olyan erkölcsi mélységben van, aminek köszönhető az, hogy mi újra itt vagyunk, és aláírás gyűjtünk annak érdekében, hogy rendet, tisztességet és megbecsülést és hitet adjunk az embereknek, hogy a politika nem olyan, mint amilyen sajnos Győrben, és ha mondhatjuk az egész országban. Ugye az emberek attól félnek, hogy ha itt most nem a fideszes polgármester lesz, és van egy fideszes közgyűlés, hú, mi lesz akkor itt belháború, már a házon belül, és egyáltalán harcok következnek. Győrnek nyugalomra és épülésre, és kiheverésre van szüksége, hogy kiheverje ezt a traumát, ami itt érte a politika és a politikusok részéről.